Szeretettel köszöntjük a 33. Jelecse 50 teljesítmény túrán azokat a túrázókat, akik valamelyik távot választották. 7-8-nál már 3500-an mentek át, és mind a 3500 ember kap egy flakon üdítőt, és hogyha ezt a flakont vissza fogja hozni, akkor ajándékot is fog kapni. Ennek az a célja, hogy ne dobják el a flakont. A Vértesi Erdő ZRT még plusz ajándékot ajánlott föl az első 500 szemetet hulladékot behozónak, mézet fog adni, vagy faszenet, vagy pedig cserepes virágot, amely most pohárban van eltéve. A szervezők kidolgoztak egy új indítórendszert, amivel gördülékenyé tudják tenni a startot. Nézzük, hogyan sikerült az első másfél órában percenként 39 embert elrajtoltatni. Jelen pillanatban két fronton zajlik a nevezés, az egyik az online regisztráltaknak a csoportjaiban, a másik pedig a helyszíni nevezőknél. Az online nevezés úgy zajlik, hogy volt egy weboldal, ami tegnap délután 2 óráig volt nyitva, ahol beírhatta az ember ki a saját adatait, és kifizethette a nevezési díjat. Erre kapott egy visszaigazoló vouchert. A vouchert most idehozza, ott hátul összecsippantják tulajdonképpen a térképpel, tehát a vouchert, és itt pedig a mögöttem, amit lehet talán látni a kamerába, történik az, hogy elindulnak azok, akik megkapták a térképüket. Nyilván ez egy minden új rendszernél ki kell próbálni azt, hogy a gyakorlatban hogyan működik. Hát a rendszer, én azt gondolom, hogy aránylag jól. Nyilván apró hibák vannak, hiszen a kezdeti időszakban, főleg reggel 6 órakor ilyen, mondhatom azt, hogy óriási terhelés kap ilyenkor az egész hálózat. Problémások azok, akik nem nyomtatták ki, vagy nem rosszul nyomtatták ki, vagy kis feszinkre nyomtatták ki őket, egyesével be kell vinnünk. Ez egy kicsit pár perc problémát okoz, de egyébként két csipontás is mehet a verseny. Reggel 6 óra előtt pár perccel már több mint 1000 ember várta a rajt pillanatát. Amint elindultak az első túrázók, egy apró technikai hiba jelentkezett. Akadozó wifi kapcsolat okozott fejtörést a technikai csapatnak, ami lassította a rajt folyamatát. Volt egy pillanat, amikor megállt az egész elektronikai rendszerünk. Egy nagy levegő alkalmával lehet azt mondani, hogy szinte mi is majdnem pánikba estünk, de aztán hál' Istennek minden újraindult, minden életre kelt ismét, és felül tudtunk kerekedni a tömeg hullámán. Jó a vonalkód kinyomtatása, akkor 3 másodperc az egész művelet. Ahogy ezt most látni is fogjátok remélhetőleg. Problémás? Akkor most egy problémásat látunk. 95-55-55. Szilvási Krisztián. Szilvási Krisztián 52-53-8-at kapja. 52-53-8. Ennyi idő alatt tudunk egy problémás ügyfelet lekezelni. Köszönöm szépen. Nyilván, mivel először alkalmaztuk élesben ezt a rendszert ezen az eseményen, vannak még apróbb gyerekbetegségei, de ki fogjuk ezt küszöbölni, és én azt gondolom, hogy a közeljövőben ez már 100%-on fog működni. Komoly szaktudással rendelkező informatikusok szerencsére gyorsan megoldották a problémát, így folytatódhatott a túra. 11 óráig összesen 7092 túrázót indítottak útnak, ami átlagosan kicsivel több, mint 23 indulót jelent percenként. Akik online neveztek, azok segítik a mi munkánkat is, hisz az ő adataik már megvannak, tehát a rendszer már össze is állt azzal, hogy ők otthon begépelték az adatokat. Ide, neveztünk, jön majd a regisztráció, úgyhogy egyszerű és gyorsabb szerintem. Teljesen jó, kényelmes, gyors, és talán egy kicsit gyorsabb is, mint végigállni a hosszú sort. Ketten vagyunk, és most vagyunk először. Még idő alatt teljesítjük, egyáltalán még tudunk menni, és két lábon maradunk a végére. Nekem a harmadik. Akkor összesen negyedik, de nekem az első. Tembert próbáló lesz megint szerintem. Első lesz. Az első. Ez lesz a 15. Hatodik vagy hetedik? Mindenképpen végig szeretnék menni,
babonából. Kitűztem magam elé ezt a célt, hogy végigmegyek. A második gerecsejt velünk mindannyiunknak. Remélem, hogy sikerülni fog megcsinálni. 8-9 óra alatt szoktam menni, úgyhogy remélem most is meg lesz. Szeretnék végigmenni, azt szeretném. A Gerecse 50-et először csinálom, de kint is százasan vagyunk, résztvevők rendszeresen a kislányommal együtt. Megmérettetés lesz számomra. Remélem, hogy sikerülni fog. Gondolom, sikerülni fog, mert azért jöttünk. Az idén három helyett már 4 távon indulhattak a túrázás szerelmesei, ugyanis a szervezők már egy 30 kilométeres távot is a program részévé tettek. A legnépszerűbb azonban továbbra is az 50 kilométeres táv, amelyen idén 2884-en indultak. Ötvenesen szoktunk menni, már nekem megvolt a 10. ötvenes. Most lett volna idén a 11., de sajnos most csak a 20-as van. Rendesen kifáradtunk, úgyhogy jó volt. Nehéz, mert nem csinálok semmit úgy alapvetően. Ideig nagyon kellemes, még szerencsére jó időt fogtunk ki. Egy évben egyszer ezt a 10 kilométeres túrát legyűröm. Nagyon, nagyon tetszik, nagyon jó, élvezzük, hát most kezdtük. Itt a Gerecsében még nem voltunk, de járunk azért túrázni. Annyi jót hallottam már a Gerecsén, a Gerecse 50, hogy milyen jó a Gerecse 50, el kellett jöjjek egyszer, és most itt vagyok. Jól haladunk, szép az idő, szerencsénk is van vele, úgyhogy... Nem annyira fárasztó, mint vártuk, de hát kibírjuk. Eddig jó volt, hát megszokottak. Visszajáró vendégek vagyunk. Szerencsére nem esett mostanában eső, nem volt sáros, lehet haladni. Tisztán megcsináltam, úgyhogy kicsit már ilyen nosztalgiából. Nagyon jó a szervezés, nagyon jó az útvonal, eddig elég könnyű volt. Az első is nagyon, második még jobb, és ez meg még jobb. Kicsit sokan voltunk az elején, de szerencsére a java levált, úgyhogy most már kényelmesen elférünk az úton. Jó, tényleg hibáltam. A tömeg is megy az ember előtt, ember után, tehát itt aztán el se lehet veszni, még aki akarna, se tudna elveszni. Megkedveltem, és minden évvel szoktam én, amikor tudok, amikor többször is. Mindenképpen szükséges, hogy meglegyen ez a pittség számomra. Ez egyfajta mini zarándoklat nekem. Majdnem 20 évet kihagytam. Én most próbálok visszailleszkedni a teljesítménytúrázók közé. Nagyon jó, hogy ilyen jó idő van, úgyhogy nagyon jól kifogtuk, nagyon jó volt, nagyon tetszett végig. Kitartással, nagyon jó, nagy lendülettel, és felszaladunk az emelkedőkön. Az nagyon jó, hogy vannak almák a ellenőrzőpontokon. A kaptató a bányahegynél az a legjobb rész, ez kihívás. Remélem, beérek a célba. Sikerül, gondolom én. Rendben van minden, úgyhogy megyünk tovább. Eddig borzalmas volt, de most már egyre jobban egy az eső végre, úgyhogy nagyon szuper. Volt már ilyen, nem lesz ebből a katasztrófa. Előbb kicsit megáztunk, ez nem hiányzott, de egyébként minden rendben. Kár, hogy esik, de most, de eddig jó volt. Kicsit jobb időre számítottam, de egyébként jó. Az már alapjában véve jó, hogy nincs hideg. A 4 éve nem esett egyszer sem, most már azért időszerű volt. Több a segítség, több a megállópontokon lévő ételital, csoki. Kicsit esik az eső, szerintem bele kell, hogy férjen a történetbe. Ez még nem eső, igen. Volt már rosszabb, úgyhogy... Szuper élményeim vannak, nem érzem egyik lábomat se. Néha megkérdeztem magamtól, hogy mit keresek itt, de azért nem jó az. El vagyunk. Fárasztó, de tudtam, hogy ilyen lesz. Nem érzem a lábaimat, egyébként minden kiváló. Nagyon fantasztikus. Szomtól lefelé teljesen kész vagyunk. Sokkal több minden van az állomásokon, mint az elmúlt években, úgyhogy mindenki be tudja szerezni, ha esetleg elfogyott vagy elmaradt. Készülök a Kinizsire. Mondjuk Kinizsi 100 után egy picivel könnyebbnek tűnik. De hát ott sötétbe jöttem erre felé. Meg ez még nincsen meg. Imádok túrázni, minden héten túrázok. Tavaly nagyjából ilyen fél-kettő kört tartottunk itt. Úgyhogy szerintem jó lesz. A túrát végig tudjuk csinálni. A megállóhelyek is az, hogy ugye lehet ételt venni, italt venni. Bár mondjuk mi készültünk, de alapjában véve jónak találom. Túrázok egyébként, én nekem 480
kitűzőm van, tehát annyi teljesítménytúrát már megcsináltam. Tízesre neveztünk, de szerintem eltévedtünk, és most lehet, hogy az 50-esen vagyunk. Nem lehet? Első ilyen jellegű kiruccanás. Kemények vagyunk, bírjuk, fiatalok. Tudtok erről valamit? Hát 94-ben kezdtem, ez lenne a 20. amúgy, de egyet kihagytam véletlenségből. Már a gyűrös kenyeret várom, végén nagyon jó lesz. Jó, mert erdőben van az útvonal is, nem úton. Itt is, és most főként szép zöld már a természet, úgyhogy nagyon élvezzük. Remélem, végcsináljuk. Hú, hát akkor ezt nagyon elnéztük, de most megcsináljuk akkor. Ellátjuk az ide érkező túrázókat, hogyha gondjuk van, legfőképpen általában vízhólyagok szoktak okozni gondot, ezeket az esősegélynyújtók szépen kiszúrják, kiürítjük ezeket a hólyagokat, szép kis fedőkötést teszünk rájuk, és akkor ezzel a túrázók tovább tudnak haladni. Én nagyon nehezményezem azt, hogy a túrázók nem gondolják meg, hogy milyen cipőbe indulnak útnak, hogy milyen felszereléssel indulnak útnak. Lehet, hogy ami hétköznap kényelmes és szeretjük, az nem biztos, hogy egy 50 kilométeres gyalogtúrán is megfelelő lesz. Nagyon tetszik. Jó. Apa és fia, nagyon jól érzi magát. Eltúlzás törvényei, túlélő csoport. Idővel nincs probléma, még egy kis eső ellenére sem, úgyhogy eddig minden jó. Egy baj van, nagyon lassan mész, de amúgy... Itt most először vagyok ezen a Gerecső 50-en, ki akartam próbálni, mert sokat hallottam róla, azt mondják, hogy jó. Szeretem persze, már a 8. vagy a 9., nem is tudom pontosan, hogy itt vagyok. Tökéletes. Szerintem Magyarországon az egyik legjobban szervezett túra, csak egy kicsit sokan vannak. Nem számítottam ennyi emberre, de jó. Jó, mert húznak. Így jobb jönni. Most ebben az esőben nem nagyon élvezem, de volt már ilyen, úgyhogy akkor szakadt az eső, de most így jártam. Nagyon jól, az eső nem kéne, hogy esem. Nagyon, minden frankó. Nem találtam meg az esőkabátomat, csak egy ilyen zsákot húztam a fejemre. Ez tökéletes megbizonyult. Hát legalábbis a fejemet megvédi, igen. Kellemes legalább az időjárás és nincsen dög meg, úgyhogy igazából ez nagyon pozitív. Minden évben megcsináljuk, úgyhogy rendben van. Az ember ugye elgondolkodik úgy évközben, hogy ezt végig tudja csinálni, aki végig csinálta, azt tudja, hogy miről beszél és hogy miről szól, de azért összességében nagyon jó itt lenni. Bokancs feltölt a lábam, két sarkam kicsit a lábujjam. De azért még bírom. Hát a hegy az mindig hegy, de most már nem adjuk föl. Most elkapott minket egy kicsit az eső, hát remélem hamarosan el, ez jót nem tesz nekünk. Csak a húsvéti tojásokat nem találunk út közben, pedig keressük. Gyíros kenyeret hangyával, medve hangyával, csak ilyen átszázott. Hányszor segítesz ezen a túrán? Körülbelül 7-szer. És miért szeretsz visszajönni mindenit? Szeretem a közösséget, szeretem az embereket, szeretem az állatokat, szeretek mindenkit. Mi a te feladatod? Hagymaszeletelés, szódanyomás, sátorállítás, ilyenek. Mindent előkészíteni, hagymapucolás, minden, ebben mindenki kollektívan részt vesz, és akkor csináljuk, a hölgyek csinálják. A zsíros kenyeret, ugye ők ez jobban... Értelek, mi megnyomjuk a szólat. Nem tudjuk, hogy hány szelet, 150 kiló, 75 dekás kiszerelés. Akkor 20 szelete 3000 szelet. Az eső az pont jól jött, mert már nagyon porzott az út. Teljesen kényelmes. Jó kis túra. Amikor fölmentünk a Bányahegyre, az egy elég mókás szakasz volt. Teljesen jó. Zsíros kenyér volt a legjobb hagymával. A hólyagjaim majd beszélnek helyettem egyébként. Nincsen panaszom. Nekem nagyon tetszik ez a környezet, ami van. Meg jó a társaság mindig. Én nem túrázok különben, én csak eléjöttem a barátaimnak, semmi extra. Mázlival jöttem, ennyi. Vizsla labrador keverék kutyus, ennyi. Egy kis hólyagképződés talán. Így tudnám jellemezni. A legnagyobb probléma az, hogy megizzad a láb, és hogyha nem küzd ellene az ember, zokni cserével mondjuk, vagy intőporral, vagy tapaszokkal, akkor bizony kőkem finoman szólva. Ezért ez az 50 kilométer, ez pláne irodistáknak nem egyszerű dolog, én úgy gondolom. Senkinek se egyébként, de hát aki meg nem edz rá, az meg végképp nagy meglepetésekbe lesz része. A hólyagokat még a Pásztó 50-es túrán szereztem. Hát úgy
nem is nagyon figyeltem rá igazából, csak a mai nap vettem észre reggel, amikor indultam, hogy még ebből lehet probléma is. Legközelebb majd valami lábápolóval biztos, hogy be kell kennem. Hát ez a túra, ez kőkeményen jó erre. Hát ez megmutatja, hogy mennyire van felkészülve az ember az ilyesmire. Tehát egy nagyon jó próbája a testnek, léleknek, mindennek. Csenker József és Szabolcs András részére mindketten 33-szor teljesítették az 50 kilométert, mindketten megkapják Tatabánya megyei úrvárosra a plakettjét. Az elején csak egy páran voltunk, de azóta nagyon sokat változott a színvonal is, a túraútvonal is, és a környezet is, tehát minden évben van valami új, amit tapasztalunk, és egyre többen vagyunk. Most már talán még többen voltam, mint tavaly, én úgy vettem észre. Igazából a jelvény az, aminek nagyon örülünk, mert mégis nem az érték számít nálunk, hanem az, hogy itt lehetünk és részt vehetünk rajta. 14 éves koromban kezdtem el, tehát tájfutó voltam, és ez majdnem egy kötelező kör volt. A első 10-12 alkalmat futni kellett, tehát futottam még, és utána automatikusan jött, hogy nekem mindig részt kell vennem, és hozom kell a barátaimat is. Nagyon megfelemelő érzés átvenni, és örülök, hogy ilyen magas színvonalú túrán vehetem részt. Nagyon örülök neki, hogy ilyen magas színvonalon meg tudjátok szervezni, mert ez elismerés részletekre is. Jövünk jövőre is. Ez már 14. túra volt, szóval jövünk. Egy 20-ig meg nem állunk, az biztos. Na, hogy vagy? Fáradtan. Hello, nagyon jó. Köszönöm szépen. Régóta terveztem, hogy eljövök, most sikerült. Hát két jó nagy vízhólyaggal gazdagodtam, de élmény mindenképpen. Jól éreztem magam, a szervezés az teljesen jó volt. Az időnk is jó volt, itt a végén egy kicsit elevett az eső. Lenni. Jó volt! Fázok! Bocsi! Mehetek! Fázok! Én is Szádon találkozunk. Sziasztok! 2014 Gerecse 50!